Nagymúltú és jelenű mezőgazdasági városban működő televízióként sokat foglalkozunk az agrárium napi kérdéseivel. Következő híradásunkban a térség egyik legnagyobb nektarin termesztőjét kérdezzük. Nagyon felszaladtak a különféle gyümölcsök árai. Az őszi barack és az alma ára például a tavalyi júliusi árakhoz képest 141%-kal emelkedett. Nektarin szinte nem volt a piacon. Legutóbb 2007-ben volt olyan mértékű elfogyás a gyümölcsösökben, mint az előző évben, mondta televíziónknak ez a gyümölcsösökkel foglalkozó hölgy. Aki most látja ezt a képet erről a barackosról, azt láthatja, hogy szépek a fák, megfelelő a hajtásnövekedés, és azt is láthatja, hogy még zöld a fű. És ezek olyan jelek egy termelő számára, ami arra figyelmeztet, hogy idén még nem volt igazán tél. A fák tudják, hogy még a naptár szerint tél van, mély nyugalmi állapotban vannak, viszont hogyha most jön egy felmelegedés, és egyre gyakrabban lesz plusz 10 fok körüli hőmérséklet, akkor az időjárás becsapja a fákat. És szegények, ha ezt elhiszik, akkor túl hamar fognak pattanni a rügyek. Ha túl hamar pattannak a rügyek, akkor azok a rügyek már nem fogják kibírni azt a februári-márciusi fagyot, ami az elmúlt években sajnos általános volt. A városban lakók, vagy akik nem figyelnek a természeti dolgokra, lehet, hogy nem érzékelik ezeket a dolgokat, viszont aki kint dolgozik a természetben, látja, hogy az elmúlt években eltolódtak az évszakok. Most már nem karácsonykor van tél, hanem a nyuszi jön szánkóval lassan. Itt volt olyan, hogy április 1-én hógolyóztunk ebben a kertben, és ez nem jó. Az átlag középhőmérséklet is egyre magasabb, és sajnos a csapadék mennyisége is, lehet, hogy megvan az a csapadék mennyiség, de nem szépen eloszlásban jön, hanem nagy viharokkal, jégesőkkel jön egyszerre nagy mennyiségű csapadék, amit nem tudnak a fák feldolgozni. Emiatt mi már nem is merünk tervezni, hogy milyen lehet a termés. Régen, 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt, amikor telepítettük ezt a gyümölcsöst, akkor nagyjából az elmúlt évek gyakorlata alapján meg lehetett satszolni, hogy milyen termés várható. Most az időjárás változékonysága miatt, meg amiatt, hogy egyre melegebbek a telek, és aztán április környékén általában mindig jön egy fagyos időszak, már tervezni sem nagyon tervezünk. Az előző szezonokban voltak olyan időszakok, amikor a magyar termelésből hiányzó gyümölcsöket importból lehetett pótolni, és ezzel az árakat is kordában tudják tartani, de tavaly Európában sem volt annyi gyümölcs, hogy például a kajszi, őszi barackokból és a nektarinból hiányzó mennyiséget pótolni tudták volna. Nyilván, akik bármilyen szinten kint dolgoznak a természetbe, azt is érzékelik, hogy ez az enyhe tél nem pusztítja el a kártevőket. És már tavasszal egy rossz handicappel indulnak ezek a fák, hiszen itt maradtak a poloskák, a harlekin katica és bizonyos gombás fertőzések is. Nekünk nagyon jó lenne, hogyha az évszakok visszakerülnének a helyükre, ha télen lenne tél, és márciusba kezdenének ténylegesen rügyezni a fák. A mély nyugalmi állapotból, a kényszer nyugalmi állapot, az el kellene, hogy tartson március végéig, vagy akár április első hetéig, és majd utána kellene, hogy jöjjön az a bizonyos tavasz. Utána kellene gyönyörködnünk a barackfa virágzásban. A forró, időnként aszályos időjárás miatt már az öntözés sem lehetett megúszni. Nagyon jó lenne, ha meg tudnánk satszolni, hogy idén milyen termés várható. Bizakodásra ad okot az, hogy szép a hajtásnövekedés, hogy tényleg tavaly ősszel volt elég csapadék, viszont figyelmeztető jel volt az, hogy decemberben még volt olyan fa, amelyiken volt levél, tehát nem hullott le a lomb időben. Ez menedéket adott a kártevőknek, és ha most túl hamar lesz meleg, akkor sajnos a bizakodásunk egy kicsit megcsappan. Reménykedünk abban, hogy áprilisig nem pattannak a rügyek, a meccéssel is várnánk egy kicsit, hiszen ha túl korán meccünk, és utána jön egy fagy, akkor lehet, hogy esélyt sem adunk a fának, hogy termést hozzon. És hát, hogyha Isten is megsegít minket, akkor reménykedünk abban, hogy 2021 tényleg egy jobb esztendő lesz, mint az előzőek, és normálisan
tud a fa kinevelni. Egy ilyen fa átlag olyan 50 kiló barackot ki kellene tudjon, hogy neveljen. És hogyha van 1000 fa, akkor ki lehet számolni, hogy mennyi termést várhatunk ezen a 2,5-3 hektáron. Ez nem egy óriási bevétel, de egy családi gazdaságnak nagyon fontos, hogy legalább ennyi legyen. A korszerű öntözőberendezések jelentős költsége is beépült a zöldség és gyümölcsárába. De mégis a legnagyobb gondot a tavaszi fagyok okozták.